Nézzünk még egy példát a helyvektorok felírására. A feladatunk az, hogy a két adott pontot összekötő szakasz felező pontját meghatározzuk. Az O az 1-3-7 pontot jelöli, a B pedig a 3-3-1 pontot. A helyvektorokat fel is írhatjuk a két ponthoz. A felező pontot, azaz például a C-t kellene felírni. Gondoljuk végig, hogy mi az, amit tudunk. Az origóból el tudunk menni az A pontba, illetve a B pontba közvetlenül. Illetve úgy is el tudunk menni a B pontba, hogy elmegyünk az A pontba, és onnan megyünk tovább a B pontba. Azaz tudunk mozogni a vizsgált szakasz mentén. Írjuk fel a B pont helyvektorát az O helyvektora segítségével, azaz először menjünk az A pontba, majd onnan a B-be az OB szakasz mentén. Az OB szakaszt leíró vektor a végpontok helyvektorainak különbségeként felírható. Mivel az O-ból megyünk a B-be, ezért a B vektorból vonjuk ki az O vektort. Láthatod, hogy a végső egyenletből kiesik az O, szóval tényleg megvan az egyenlőség. De a lényeg persze az, hogy ebből a felírásból inspirálódhatunk. A mi feladatunk csak a két pont közötti felező pontig eljutni. Ezt megtehetjük úgy, hogy az origóból az A pontba megyünk, és onnan a szakasz felező pontjáig megyünk. Azt tudjuk, hogy az OB vektor mutat az A-ból a B-be, a felező pontba tehát a vektor felem mutat az A-ból. Ezzel sikeresen felírtuk a szükséges egyenletet. Gyakorlatilag azt az eredményt kaptuk végső soron, hogy az O és B pontot összekötő szakasz felező pontja az O és B helyvektorainak számtani átlagánál helyezkedik el. Azaz arányosítással is fel lehet írni a helyzetet. Ezzel analóg módon lehet arányosítással számolni felező pontokat, harmadoló pontokat, amit csak szeretnénk. Például az O-hoz közelebbi harmadoló pont esetén az O vektort kétharmaddal kéne szorozni, a B vektort pedig egyharmaddal, hogy megfelelő legyen a súlyozás. Most a számszerű eredményt írjuk még fel. A két vektort behelyettesítjük, összeadjuk az azonos helyen álló komponenseket, majd minden komponens felét veszük az 1/2-es szorzó miatt. A keresett felező pont a 2-3-4 pontban van.